Sziasztok, én Szatmári Feri vagyok. Egy olyan ételt fogok most elkészíteni, ami nagyon jól beilleszthető az egészséges táplálkozásba és a rozsdús étkezésbe. Egy klasszikus, tavasz végi, nyár elejé ételt fogok elkészíteni, ami nem más, mint egy jó kis, újra gondolt tavasz főzelék. Az étel maga nagyon egyszerűen kezdődik. Első lépésben új hagymát fogok felaprítani, 3 darabot, és amíg aprítom a hagymát, addig az edényem alá is gyújtom a tüzet. Én most a zöldjét is belevágom, amit nyugodtan ti is tegyetek meg, extra plusz ízt fog adni a főzelékünknek. Az előmelegített edényembe beleteszek nagyjából 3 dekagram vajat, hozzácsorgatok körülbelül 1 evőkanál olívóolajat, és ezt az egészet szépen összeolvasztom. Ebben a fázisban már nyugodtan rá is tehetjük a felkarikázott új hagymát. Ennél a receptnél egyébként bátran használhatunk vörös hagymát is, de ha már szezonról beszélünk, csupa szezonári zöldséget, rozsban gazdag zöldséget használunk, úgyhogy érdemes ezzel elkészíteni. Amíg párolódik a hagyma, jön az a rész, amitől mindenki óckodik, mégpedig a zöldségek felaprítása. Nagyjából 1 centi széles szeleteket kell vágni, jelen esetben most a karalábéval, ugyanezt majd a répával is elvégzem. A hagymánk gyönyörűen megpárolódott, ugye jöhetnek a zöldségek. Itt a sorrend nagyon fontos, ugye különböző keménységű zöldségeket használok, ugye a répa a legkeményebb, utána jön a karalábé, és aztán jön majd a spárga. Belekerült a sárgarépa, 2-3 percig fogom párolni, pirítani, és amíg ez a folyamat zajlik, addig előkészítem a zöld spárgát. Megfogjuk a két végét, és egy határozott mozdulattal elpattintjuk. Letelt a 2-3 perc, a répához most hozzáadom a karalábét is, és nagyjából ezzel is ugyanezt az időt párolom együtt a répával. Egyébként, ha valaki szereti a gyorsan, könnyen elkészíthető és egészséges ételeket, akkor ez a recept, ez az étel egy nagyon jó választás. A párolási idő letelte után az alapunkat felöntöm nagyjából 2-3 deciliter vízzel. Vajat fogok olvasztani, és ezen a vajon fogom átfuttatni magát a spárga fejeket és a felkarikázó spárga szárat. A vaj szépen elkezdett felolvadni, jöhetnek rá a spárga darabok, 2-3 perc párolás, pirítás bőven elég lesz. A következő lépés az annyi, hogy a keményítőt ki fogom majd keverni a tejszínnel. A keményítővel már nem kell sokáig főznünk, nagyjából 1-2 percig forraljuk, és utána el is készültünk. Két dolog hiányzik még belőle, egy kis sav, ami jelen esetben lime, de nyugodtan lehet használni citromlevet is, és amitől még frissebb lesz a főzelék, az nem más, mint egy jó nagy csokor friss, finomra aprított petrezselyem zöld. Mivel főzelék nincsen feltét nélkül, én sem hagyom ki, egy zöldborsó pogácsát fogok készíteni. A zöldségpogácsa elkészítése is pofon egyszerű, nagyjából az összes alapanyagot össze kell keverni egy keverőtálban, majd utána pedig késes aprítóban, nem túl krémesre, kicsit darabosra összeaprítani. Mielőtt összekeverném a hozzávalókat, 2 dolgot még el kell intéznem, az egyik a hagymának a finomra aprítása, a másik pedig a petrezselyemé. Hagyma és petrezselyem összeaprítva, jöhet a keverőtál és az alapanyagok összekeverése. Zöldborsó, rizsliszt, próbáljuk meg a finom szemű zappelyhet használni. Üssünk rá egy egész tojást, teszünk hozzá sót. A serpenyünk forró, mehet rá az olaj, és egy kanál segítségével kis kupacokat rendezünk a serpenyőbe, és készre sütjük a fasírtokat. Oldalanként nagyjából 6-6 perc. El is készült a szuperegészséges tavaszfőzelék zöldborsó fasírta. Remélem tetszett a recept, próbáljátok ki ti is. Sziasztok! Válassza ön is a Detralexet, és hagyja maga mögött a viszeres panaszokat. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.